A legnagyobb örökség, amit adni lehet, az a hagyomány. Ennek a gondolatnak a szellemében próbálja a Nagyváradi Csillagocska Alapítvány lassan 2 évtizede felkutatni és továbbadni a magyar értékeket a következő generációk számára. Bihari értékeink elnevezésű programjukon az elmúlt 100 évben összegyűjtött népdalok egy töredékét mutatták be, és próbálták megtanítani a közönségnek. Népdaloktól és citara muzsikától hangos a Nagyváradi Csillagocska Alapítvány székhelye. A Bihari értékeink elnevezésű programon jellegzetes Bihar megyei népdalok hangzottak el. Ezeket olyan híres népdalgyűjtők jegyezték le, mint Kodály Zoltán, Bartók Béla, a 70-es években munkálkodó Almási István, vagy a rendszerváltás után Köncei Árpád. Azt hiszem, hogy most eljött ennek az időszaka, hogy ezzel az anyaggal mi foglalkozzunk, mert úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk itt Bihar megyében, hogy a Bihar megyei népdalokat, a Bihar megyei táncokat, gyermekjátékokat, viseleteket újból megismertessük, újra visszatanítsuk a gyerekeinknek. A rendezvényen 13 településről 32 dallam csendült fel a nagyváradi Franciszk Hubik Művészeti Népiskola magyar népi énekszakának diákjai előadásában. A legkisebbek még alig haladták meg a 7 évet, mégis kristálytiszta hanggal énekelték az 1916-ban Kodály Zoltán által Nagyszalontáról gyűjtött gyermekjátékdalokat. Én régóta énekelek. Nagyon szeretek énekelni, és el fogom énekelni, az Széles a Duna, keskeny a partja. Aztán eléneklem az Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt, aztán a Két ujja van a ködmennek. Két ujja van a ködmennek, kerek alja a pendelynek, csibirintem, csavarintom, majd a fejedre borítom. A rendezvény közös énekléssel zárult, melyen a jelenlévők a Bihar megyei népdalkincs néhány kevésbé ismert darabját mutatták meg a nemrégiben alakult Motolla énekegyüttes vezetésével.